Sziasztok, a VDTV vadonat új adásában három férfiú foglal helyet, hárman fogadunk benneteket több hét kihagyás után. Sajnos Csilla egy előre nem látható kalamajkába keveredett céges dolog, nem kell aggódni érte, de nagyon dolgozik, úgyhogy nem ér rá, úgyhogy itt van velünk Ember Norbi, Kurgya Gyuri és jó magam Őri Márk. Itt fogunk hárman beszélni arról a négy mérkőzésről és az eltelt időszakról, amelyet a legutolsó felvétel óta átéltünk, hiszen a legutolsó felvételnél még elég bizakodóak voltunk bizonyos helyezésekkel kapcsolatban, és én már akkor óvaintettem a túlzott optimizmustól a srácokat, meg a Csillát is, hogy csak nyugodtan, aztán belefutottunk egy hármas vereségsorozatba, 4-0 Diósgyőrben, 2-0 Újpesten, aztán 2-0 Ferencvárosen, tehát 8 kapott gól, 0 rugott gól, majd szerencsére idegenben sikerült megvennünk a Kecskemétet, úgyhogy ezt az időszakot fogjuk egy kicsit boncolgatni. Bocsánat, hogy egy kicsit visszafogottabb a hangvételem, elég komoly betegségbe futottam bele az elmúlt hetekben, reggel még semmit nem láttam, úgyhogy pár szemcsepp hatására most neki tudom nyitni legalább a szemem, de azt mondta a Norbi, hogy majd megretusálja a szememet, úgyhogy ha majd ilyen óriás gülű szemeket láttok a YouTube felvételben, akkor ne lepődjetek meg, de remélem nem lesz ilyen. Szóval erről a négy mérkőzésről kellene beszélnünk. Nem tudom, hogy mennyire kellene kronológiai sorrendet tartani, vagy inkább csak a szubjektív megélését a dolgoknak. Úgyhogy szerintem kezdjünk bele. Gyuri, te egy kicsit visszafogottabb voltál, mint a Norbi, hogyha jól emlékszem. És te nem is utaztál el az idegenbeli meccsekre, hogyha jól tudom. Úgyhogy egy kicsit így, kicsit kívülállóként fogalmaznak a véleményed. Külön beszélünk majd persze minden meccsről is, hogyha szükséges, de kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz ezzel kapcsolatban. Ugye én azt mondtam akkor is, hogy akkor is tartom a 4-6-ot még mindig. Tehát nagyjából szerintem ez nálam addig úgy lesz. Mert mint a helyezés. Így van. Szerintem nálam addig úgy lesz, amíg a matematikailag nem lesz meg a bronz. És ugye látható is volt, hogy belefutottunk egy hármas vereség szériába, amitől egyébként én a nagy, szóval a közel ellentétben én annyira nem tartok olyan nagyon nagy gázos dolognak, mert ugye ha vesszük most a kronológiai sorrendben, ugye Diósgyőrben nagyon korán emberhátrányba kerültünk, addig mi domináltunk, helyzeteink voltak, nyilván az kiállítástól számított, mennyi fél percen belül egy öngólunk volt, az full megváltoztatta a játékképét teljesen. Akkor is mentünk előre, megkaptuk második, harmadik, negyediket, oké, de szerintem 11-11 ellen az teljesen más meccs lett volna. Az Újpest ellen sokkal jobban játszottunk, mint az Újpest, csak nem rúgtuk be a helyzeteinket. A Fradi ellen az első fél idő azt szerintem nagyon jól nézett ki, viszont én mindig tartom, hogy nekünk nem a Fradit kell most megverni, nem azon a meccsen fog múlni, hogy bronzérmesek leszünk vagy sem. A Kecskemét ellen meg nagyon látszott a csapaton, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan, de 3 pont legyen. Sajnos előjöttek olyan hiányosságok, amik most súlyos pontokba kerültek, és nem szeretném bántani Csongvait, de meccsek óta nem nagyon hozza magát. Ugye Diósgyőrbe őt állították ki. Hozzáteszem, én kicsit erősnek éreztem azt a pirosat, mert szerintem esélye nem volt látni, hogy be fog lépni elé a gyerek. De szerintem ő nem. Én nem érzem, hogy akkora probléma lenne egyébként, mert pont a kecskeméti meccs volt az, ami látszott, hogy iszonyúan egyben van a csapat, tehát mennek egymásért. A Fradi ellen nekem nagyon hiányzott Sőn, tehát ott szerintem az is lehetett volna egy X-es meccs, hogyha ha az első fél idő jobban sikerül, már a helyzetek alapján. Azt mondjuk erősnek érzem, hogy Dibusz tartott a meccsbe a Fradipen, azért annyi meg akkora helyzetünk nem volt. Viszont én még megint kiemelném Tóth Balást, aki innen is gratulálok neki a válogatott meghívóért, szerintem maximálisan megérdemelte. Nagyon jól teljesít hétről hétre.
és azért Kecskeméten is megköszönhetjük neki a 3 pontot. Szóval én úgy nagy összességében nem kongatnék vészharangot, mert pont a műsor előtt beszéltük Norbival, hogy ugye 3 meccsre vannak tőlünk ugye a több győzelem miatt. Szóval, és az a 3 meccs, ha lemegy, akkor igazából 4-5 forduló lesz csak hátra a bajnokságból. Szóval jóval közelebb van a bronzérem, az tény, és én még hiába van 8 pontra a Paks, én még azt se tartom elképzelhetetlennek, mert látványosan elkezdett szarul játszani a Paks most az utóbbi 2-3 fordulóba. Szóval bármi lehet. Én mondom, én azért inkább pessimista leszek, és azt mondom, hogy 4-6, aztán csalódjak kellemesen, de szerintem nincs olyan nagyon nagy probléma, mint kéne lenni. Ami nekem csalódás, hogy Stefanelli is, meg Radisár is eléggé impotens a kapu előtt már meccsek óta, ezen mondjuk jó lenne változtatni. Tehát az utolsó 2 gólunkat, ami 400, csak 405, az utolsó 450 percben csak Christensen lőtt gólt. Tehát ez azért ez nagyon kevés. De mondom, én nem látok akkora problémát, én tartom olyan jó pedagógusnak és edzőnek Bartost, hogy rendbe rakja a fejeket, meg ahogy látszott Kecskeméten rendbe is rakta, és szerintem a kecskeméti meccset leszámítva a másik 3 meccsen sem játszottunk rosszul. Diók ellen az elején domináltunk, az Újpest ellen végig domináltunk, helyzetkihasználáson kell javítani, és akkor szerintem nem lesz olyan nagy probléma. Ez egy gyors dióhéj volt, Norbi, szerintem egy kicsit bővebben kifejted a történetet. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek, üdvözlök mindenkit a műsorba. Hát igen, nem úgy alakult az elmúlt 4 mérkőzés, ahogy én is terveztem, hiszen én mondtam nektek, hogy azért egy 7-9 pont kéne, hát ebből 3 lett, ha jól emlékszem, és kicsit szomorú vagyok, mert hát úgy alakultak az eredmények, hogy nagyon jelentősen el lehetett volna lépni az üldözőktől, így se rossz, de azt látom, hogy azért az idő nekünk dolgozik ebből a szemszögből. Ugye 8 mérkőzés van hátra, kivétel a Diósdőr, aki 9-et játszik, de alapvetően az elmúlt mérkőzéseken úgy éreztem, hogy én az összes meccsen ott voltam, hogy hát bármilyen fura, hogy ezt mondom, de Diósgyőrben a kiállításig egy lehetősége volt a Diósgyőrnek, egy távoli lövésemből szöglet lett, ezen felül nem volt lehetősége az a csapatnak, mi támadtunk, nálunk volt többet a labda, mi domináltuk a játékot, és jött ez a kiállítás. Én azt mondom, hogy nyilván abban a pillanatban ott úgy tűnt, hogy ez egy ártatlan falt, de hát ugye a VAR miatt ezek a faltok úgy tűnnek már, hogy durvább volt, és hogy jobban megtaposta, jobban odalépett. Alapvetően a Csongor be akart állni a labda elé, le akarta zárni a területet, és pont ahogy lépett be, hogy zárja a területet, pont belépett a Diósgyőri játékos elé, és megtaposta. Ennyi történt. Sajnos ez piros lap egyébként, azt kell, hogy mondjam. A visszajátszások alapján nem lehet vitatni. Tehát ez alapján piros. Ez alapján piros. És ez a mutatság volt az ellenfél 16-osánál, szerintem. Alapvetően mutatság. Felesleges volt a mozdulat. Ez a helyzet, de mindegy, piros lap volt, ezt nem szabad megmagyarázni szerintem, mert én tudjátok, ezt meg, én megmondom, hogyha nem, én kritikus vagyok, de ez piros lap volt. És sajnos a Csongai ezt elrontotta megint, és ugye az Alegerszeg után ez a meccs is úgy nézett ki, hogy elmegy rajta, sajnos. És később, mint kiderült, az egy mérkőzés befolyásoló hiba volt az ő részéről. Majd erre 2 percen belül jött egy öngól, hát és azért ezt a legnagyobb sztárcsapatok is kevésbé bírják el, nem hogy mi. Mert azt kell mondanom, hogy egy kiállítás öngól 2 perc alatt, hát abban a pillanatban a földre kerültünk mentálisan, tehát látszott, hogy fejben nagyon nincs ott a csapat, és ezután azt éreztem egyébként, hogy az első fél időt csak valahogy ússzuk, mert ne kapjunk még egy gólt. Tehát abszolút ez látszott, csak valahogy bekeljük ki, és akkor fél időt összeszedjük magunkat, és akkor rendezzük a sorokat, és én úgy éreztem, hogy rendeztük is. Mi kezdtünk kicsit agilisabban, majd a Diósgyőr eljött egy kontrából, a Gera egy óriási felső lécet rugott, megérdemelte volna az a gól, a lövés az a gólt. Szóval értek, a lövés a gólt, mert nagyon szépen kivitelezett lövés volt a Gerától, de szerencsénk volt, kimaradt a helyzet, és onnantól kezdve a második gólig
nálunk volt a labda, mi indomináltunk, beszorítottuk a Diós Győrt, rugdostuk a szögleteket, de egyszerűen nem voltunk éles a kapu előtt. És, de bocs, Norbi, csak annyi, hogy te, nem tudom, szerintem te is azt érezted, hogy mint hogyha mi gólunk érett volna akkor. Abszolút, tehát, abszolút. Hogy mi fogunk gólt lőni, aztán mégsem. Így van, és ahogy a nagy könyve meg van írva, egyszer eljöttek egy kontrából, és beverték. Mert ez történt. És utána ugye érkezett a pályára Szabó Levente, és itt azért mindenképpen szeretnék arra kitérni, mert tudom, hogy nézik olyan emberek is ezt a műsort, akik a klubnál dolgoznak, és stb. Stb. Én nem szeretném Szabó Leventét többet a videótomezőben látni, azután a gólöröm után, amit az első gól után megtett. Tehát azt gondolom, hogy itt túl megyek lejár a szerződés a nyáron, ezek után is miről beszélni. Tehát el kell engedni a kezét a fiatalembernek, menjen Isten hírével. Tehát azért... Azt is tegyük hozzá, ne haragudj, Norbi, hogy a kölcsönadó csapatom ellen nem illik elkérni a 11-est. Tehát... Maradjunk annyiba, hogy ő itt meg lett szeretve, én azt gondolom össze, teljesen megváltozott a vélemény vele kapcsolatban. Én úgy tudom, hogy a klub megtett mindent azért, hogy megtartsa. Kapott ajánlatot, de az ügynökén keresztül az ügynöke egy olyan fizetési ajánlatot mondott be, amit a klubnál hanyat vágták magukat. Tehát azért, mert rúgott, fejbe rúgta a Kalmár, és fejelt egy gólt a Fradi ellen, ami győztes gól lett. Azért, na, tehát nem veszem el az érdemet tőle, mert tényleg az életem csájmén még egyszer azt a gólt, biztos vagyok benne. De ettől függetlenül nyertünk, és ez a legfontosabb, de így nem viselkedünk. Tehát azért, na, meg azért a tízes, mert ez nem nyomja a hátát. Diós Győrbe. Tudom, hogy ő fehérvári gyerek egyébként? Nem, Fejváron született, Sárbogárdon nevelkedett. Jó, de ettől függetlenül... Megyei gyerek. Hát több függetlenül megyei gyerek, így nem illik viselkedni szerintem. Igen. És én azt én gondolom, is azt gondolom, hogy nagyon nem volt oké ez, amit ő csinált. Nekem nagyon nem tetszett ez, hogy ő kiállt oda a Diós György tábor elé, és mint a Jude Bellingham feltette a kezét. Na ne már, ne. És akkor ő ezt a gólörömet ugye megcsinálta, és utána rúgott még egyet, ott az a gólöröm rendben lett. Az a rende volt. Ha így ünnepeltem az első gólt, és egymásnak kell úrni a többiekkel, jó, nem érdekel. De az, hogy kiáll a Diós Győri tábor elé, az egy legnagyobb riválisunk elé, mert azok szurkolói szinten abszolút, és ő egy atyaúristennek állítja be magát, ne arra gondoljatok, nekem erős volt. Tehát a Laci bácsi, aki azért minden meccsre hülyen elkíséri a csapatot, ő is mondta, hogy mit képzel magáról. Bármint a Levente. Tehát azért, na, ez egy kicsit erősre sikerült. Úgyhogy kívánom, hogy soha többet ne lássuk ezt az embert a videótom mezébe, és remélem, hogy amikor érkezik majd az utolsó fordulóba, hogy a Diós Győr azért megkapja maga üzenetét, a szép elbocsájtó üzenetet, mert megérdemli egy ilyen viselkedés után. Nálam nagyon ő leírta magát, és inkább elnézem a Tóth Tamás Vidit. Bocsánat, Tóth Tamás Vidit helyette, bocsi, hozzátettem az itt. Inkább elnézem őt a csatárba, mert ő legalább tényleg a mi kutyán kölyke, és látszott az első gólján is, hogy kiugrott a bőréből, úgy örült annak a gólnak az MTK ellen. Inkább nézem őt. De komolyan. Mert úgy néz ki, hogy őnek jelent valamit azt, hogy a Vidiben futballozhat, a Szabó Levente pedig olyan igazából egy tucat zsoldos beállt a sorba a többiek mellé, nincs ezen semmi szégyelnivaló, legalább tudjuk, hogy hova kell őt helyezni. Na, ezután egyébként, ahogy mentek tovább a dolgok, ugye mentünk Újpestre, és hát azért úgy vártuk azt a meccset, hogy hát nincs Mésző Géza, fogható az Újpest, stb. Jó létszámban, vasárnap este, jó létszámban, a kis sarkot azért megtöltöttük, több mint 300-an voltunk, jól nézett ki. Egyébként egy fontos közleményt engedjetek meg, hogy Perúnak ezúton is jobbulást kívánunk, mert hallottam, hogy betegséggel küzdik az RBD osztopos tagja, úgyhogy mielőbbi jobbulást kívánok Perúnak. És ugye volt is egy kiírás egyébként a meccsen, tök jó volt, és nagyon azt gondolom, hogy ez nagyon szép gesztus volt a srácok részéről, ezt így Márkon keresztül is üzenem, hogy add át. A lényeg, hogy a mérkőzés úgy indult, hogy mi domináltunk. Hát a 30. percben 3-0-ra kellett volna vezetni, körülbelül. Tehát ilyen hibákat nem szabad megcsinálni, hogy hasba lövöm a kapust, a kipattanórán lesen vagyok, akkor utána elhúzom a kapus mellett, ott az üres kapu, de még tolok rajta egy, minek? És spiccel elrúgom, az gól. Tehát ott is, amikor ott volt vele szembe a Gradisára, szembe a Banai, alálöbbölök, alábökök, hát jön ki a kapus, mert látszott, hogy fekszik, alábököm, gól. Nem belepifölöm rüsztel a kapusba, hát. Szóval kicsit azt éreztem, hogy egy kicsit ő is, mint a túl gondoltam volna ezeket a gólhelyzeteket, utána volt két Tóth nagy bazsi védés, és hát Tóth bazsi védés, ami nagy volt. Bocs, kicsit fáradt vagyok itt a szavakkal, most problémában vagyok. De a bazsi ezen a meccsen is extrán védett. Jól védett a bazsi, voltak nagy védései. És a második félben ugyanott folytattuk, mint az elsőt, és mi elérkezünk majd egy kritikus ponthoz, amit nem értek.
támadunk, lehetőségeink vannak, megint mi domináljuk a mérkőzést, és szerzünk egy gólt. Majd mikor berúgtuk a gólt, akkor visszafújják a faltot. Na már most, ha falt volt, akkor azonnal lefújjam. Nincs miről beszélni. Nem várok még 15 másodpercet, hogy elfekteti az egész újpesti védelmet a támadó, a kapust is, majd berúgja a gólt 15 másodperc múlva nagyjából, vagy 10 másodperc múlva, és akkor visszafújom a faltot. Ilyen nincs. Vagy lefújom azonnal, ha pedig tovább engedtem, akkor egálnak ítéltem meg a küzdelmet, és max videóbíró után elveszem a gólt. Maximum. De nem az, hogy végigmegy a támadás, és visszafújom, hogy falt. Hát ilyet nem láttam még sehol, pedig az elég sok futballban. Szerintem a VAR hatására vonták vissza. De nem VAR hatására, bement a gól, de egyébként, ha megnézed, és nem akarom a Gradishárt védeni, mert a Gradishár is hibás volt abba, hogy ő végig a védőt nézte. Mert nem, ha nem a végig a védőt nézi, akkor ezt nem fogják lefújni. De ő látható volt, hogy végignézte, hogy hol a védő. De azért az a játékos, a Kejt, aki vele szemben volt, hát annak nem kellett sok érintés, hogy eldőjön, mint a piszkafa, gyerekek. Hát egy olyan hanyast vágta magát, hogy úristen, hát ez egy kicsit ős rájátszott. Na mindegy, és hát ahogy lenni szokott, nyilván ez a meg nem adott gól megtört a lendületet, és jött a csere a túloldalon, és azon a 2 percet kaptunk 2 gólt, szélen vertek meg minket megint, mint ebben a szezonban már oly sokszor, és az azért is mondom, mert a Fradi meccsen is a szélen vertek meg minket, mind a kétszer, és mindegyik alkalommal a jobb oldalon vertek meg minket. Mert a védelem jobb oldalán. Újpesten is, Fradi ellen is. És azért ez eléggé komoly problémát vett elő abból a irányból, hogy a Spandler Bese jobb oldal, az egy ne annyira nem akart működni. Tehát itt lassúak is voltunk, körülményesek is voltunk, és itt ezen a 2 meccsen azért kijött az, hogy ezt az oldalt, ha megfutják, akkor bajba vagyunk. És bajba is voltunk. És utána nyilván még erőlködtünk, próbálkoztunk, de a végén majdnem mi kaptunk még egy harmadikot. Ez a 11-es az egy érdekes ítélet volt, mert szerintem világi komu 11-es volt, én véleményem, mindegy. Hál' Istennek a labda igazságot szolgáltatott, Balázs védett, de azt gondolom, ez az Újpest meccs is azt mutatta meg, hogy ha nem vagyunk éresek a kapujat, és ennyi helyzetet elszórakozunk, a futball megbüntet minket. A Fradi meccset meg azért tenném félre ebből az egészből, mert a Fradi az a Fradi. A Ferencváros jelenleg előttünk jár, ahogy mondtam korábban is, minimális esély nyílt, hogy esetleg elcsíphessük őket, odaérhessünk egy küzdelemre. Elszalasztottuk ezt a lehetőséget, mi már nem vagyunk kívói a Fradinak ebben a szezonban, és szerintem jövőre sem a realitás az, hogy mi azok legyünk. Én azt gondolom, hogy a csapat egy jó úton elindult, elkezdtünk építkezni, fiatalítunk, van vízió, nagyon fontos, őre jó ideje nem volt, és én azt látom, hogyha folytatjuk az erős átigazolási ablakot, már pedig ugye érkezik Dobson, remélem Tóth Bazsit megtartjuk, ez már 2 jó úgymond igazolás, és akkor még mellé kell hozni egy 4-5 játékost, azt gondolom a kispadot meg kell erősíteni, egy ütőképes csapatunk lehet a következő szezonra, és én azt hiszem, hogy jövőre meg lehet célozni a második helyet, ezt most így minden szerénység nélkül merem állítani, hogyha meg tudjuk erősíteni a csapatot kellőképpen, mert akkor a jövőre nézve itt azért jó dolgok lehetnek születőben, és szintén fontos, hogy én úgy érzem, hogy a tulajdonos részéről is az elmúlt időszakban megvan az a pozitív hozadék, hogy azért ő is gondolkodik abban, hogy a klubot fellendíteni, anyagilag megerősíteni, stb. Tök mindegy, hogy milyen úton, módon, mert többféle pletykát is hallani, de én azt hiszem, hogy végre elindultunk valamerre, előre, és én azt hiszem, hogy túl vagyunk a mély ponton, ez a kupa kiesés. Azóta azt gondolom, hogy elindultunk felfele a hegyen, hál' Istennek, és remélem, hogy egy jó hosszú utazás vár ránk, ami nagyon sok szép sikert fog tartogatni a jövőre. Nézve... Ez a jövő évhez azért annyit hozzátennék, hogy közben volt egy szurkolói ankét, ahol elhangzott, hogy jövőre rámegyünk a fiatal percekre. Tehát azért azt szerintem ne várjuk el, hogy 4-5 azonnal bevethető minőségi játékost fogunk hozni a nyáron. Én annak is örülök, ha jön még 2 a Dobzonon kívül, mert a jövőre cél, hogy rámenjünk, ezt kimondta Bartos, ugye konkrétan ott volt. Nem kell sokat változtatni, Pető kezdő, megvan a fiatal perc, cső. Én egyébként sokszor már Csongai helyett kezdettem volna. Azért mondom, Pető játszik jövőre. Nem tud hozni, előrefele veszélyesebb, hátraér. Ő az ekte box-to-box 6-os szerintem. Dobsonnal nagyon jó páros fognak alkotni. Én azt gondolom, hogy a Petővel ezt meg lehet oldani. Jövőre nézve, hogyha rá akarunk menni a fiatal persze idén, én úgy tudom, hogy a felét kell teljesítenünk, ez nagyjából 40 perc kell még, az meg lesz, és egyébként rámegyünk a 3. helyre, napnál is világosabb. Egyébként, ha nemzetközi van, könnyebb igazolni is. Szívesebben jön ide egy külföldi játékos, ha azt látja, hogy Európában van az adott csapat,
Szóval én azt gondolom, hogy ez mindenképpen jó. A következő hozzászólásomnál majd kitérek arra, hogy egyébként a számok alapján hogyan állunk most a bajnokság harmára forduló. A számokat te mindig figyeled, én is egy kicsit így szubjektív véleményemet kronológiai sorrendben próbálom elmondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgatatok, ez fontos. Meg szoktunk hallgatni, Norvi. Igazából elutaztam Diósgyőrbe, megmondom őszintén, 4 éve kb. Vagy 5 éve, még a bolygott alatt voltam utoljára nagybuszos túrán, és most rájöttem arra, mondtam is a srácokra, hogy most nem is vágyok egy darabig megint egy nagybuszos túrára, ilyen távolságba, úgyhogy hát itt nyomtunk egy jó túrát, Diósgyőrbe jó létszámmal volt ott az RBD-ben, elolvastam a nagyszerű hozzászólásokat a 2 éve meccsre járóktól, és a régebb óta mérkőzésre járóktól is, különböző fórumokon, meg az okoskodásokat ezzel kapcsolatban, hát azért egy jó 31 éven van a lelátó 4 útra körökbe, úgyhogy van viszonyítási alapom ahhoz, hogy mi, mikor és hogy volt, és ki milyen minőségben csinál mondjuk egy lelátói koreográfiát, vagy hogy szurkol, vagy hogy szedi le magáról a sallangot, és azt, hogy mozgatja meg, és hogy szurkol. De szerintem egész jók voltunk addig, amíg ez a kiállítás és rá az öngól nem történt, és tényleg, ahogy mondtam nektek, azt éreztem a második félidőben, az első félidőt tényleg, hogy éljük túl, második félidőben viszont azt éreztem, hogy be fogunk találni. Ez nem sikerült sajnos, és a Szabó Levente, hát, hogyha egy kiírással úszta meg, akkor még örülhet is szerintem. Hogyha majd erre jár a Fejérvár megye környékén, akkor azért szerintem sokkal szerényebben kell majd előadni a magát. A másik észrevételem Sönnek a lecserélésekor, ugyebár ott Rolfocin is láthattuk a nagyszerű videót, ami sose tesz jót, megmondom őszintén, hogy valaki így reagáljon. Másrészt én sem értettem, hogy miért a Sönt kellett levenni, itt mentek az okoskodások, hogy ne kapja meg a következő sárgát, mert akkor nem tud játszani, de megkapta az Újpesten a sárgát, így a Fradi ellen nem játszott, ahol sokkal nagyobb szükség lett volna rá, szóval ez tök hülyeség szerintem, hogy azért cseréltük le, szerintem az benézte a vezetőedző, én így gondolom. Tehát a Sön volt akkor a legjobbunk, és érződött benne az, hogy gólveszély van, vagy hogy gólveszélyes helyzetet tud teremteni. És akkor így érkeztünk el Újpesthez, ahova szintén elutaztam, vonatos túra, majd szerencsére kocsival jöttem már hazafelé, gyorsabban azértem, de hát az, hogy egy tele vendégszektor, igaz, hogy mi csak ezt a kis szűk helyet kaptuk meg, de azt legalább megtöltöttük. És hogy én nem szeretek ott kikapni, megmondom őszintén, én nagyon sokat jártam Újpestre, meccsekre, és azért elég sokszor győztesen jöttünk el onnan, és annyira nem szeretek ott kikapni, mert az a közeg, az fú, te gyerekek, szurkolni jól tudnak a Lilák, tehát szó se róla, tehát ez soha senki nem vitatta szerintem, de az a közeg, az a hát tudom, hogy tudnám megfogalmazni, de hogy egy ilyen elég sportszerűtlen, és akkor szerintem finoman fogalmaztam. És nem azzal van a gond, hogy ez rikálja az ellenfél egymást, hanem tudjátok, a futballnak van valami minimális tisztelete, amit így megadsz, és ott ezt nem érzem valamiért. De mindegy, ahogy te is mondtad, Norbi, be kellett volna venni a helyzeteket, nem vagyunk élesek a kapu előtt, nem vertük be a helyzeteket, és hogy kb. 2 perc alatt 2 ugyanolyan gólt kapunk, tehát hogy tök elütöttség, nem tudok mit mondani erre, tehát hogy ennyire koncentrálatlanul meg, hogy kapok egy gólt, és összeesek, hogy rögtön kapjak még egyet, ilyet nem lehet, tehát fel kell szívni magad, és oda tenni magad, tehát hogy nem lehet összeesni. És hát ez nem volt túl pozitív, úgyhogy mondtam is a srácoknak, hogy idén engem többet nem nagyon látnak idegenben, mert ez a tavaszom nem volt túl rózsás, ugyebár Egerszeg, Diósgyőr és Újpest és mindegyik zacskó, úgyhogy mondtam, hogy én már Kecskemétre nem megyek el, és be is jött ez a történet, de így jöttünk a Fradi mérkőzéshez, és én a Fradi elleni mérkőzés kapcsán pár dolgot szeretnék megjegyezni.
És visszakanyarodok itt egy kicsit ezekre a szurkolói megnyilvánulásokra, így a Diósgyőr mérkőzés után, hogy azt hiszem itt most a Fradi meccsen megmutattuk, hogy milyen egy minőségi élőkép, hogy kell kivitelezni azt, hogy a kockát mekkorára lehet felduzzasztani úgy nagyjából, meg hogy milyen látványt tudunk csinálni, és mellette milyen frankó pirotechnikai bemutatóra képes a csapat, és még többre lennénk képesek, hogy a mérkőzés után nem tőlünk akarnának a rendőrség emberei kiemelni szurkolókat, és cipő alapján próbálják meg beazonosítani a srácokat, még a Ferencváros táborában simán pirózhattak az emberek, és onnan senkit nem akartak kiemelni. Úgyhogy ezt a székesfehérvári, vagy a megyei rendőrség, vagy vármegyei rendőrség, vagy nem tudom, ki irányítja ilyenkor a dolgokat, de ez már sokadik olyan negatív megnyilvánulása a vidi szurkolók felé, hogy érthetetlen. Nagyjából az országban mindenki szabadon pirózhat, talán a diókat nem, én meg minket. Tehát, hogy ez nem is értem. És amikor a tévében is azt mondta, hogy micsoda impozáns látvány, és hogy tényleg megadja a meccs hangulatot, mert tényleg ezen a meccsen meccs hangulat volt, ugye már egy elég nagy létszámú vendégtábor, és a hazai oldalon is tök jó hangulat volt, és hogy ilyenek vannak. Tehát, hogy én tényleg nem értem, hogy mit kellene tenni, lehet, hogy össze kellene ülni, mint régen a polgármester úr, a klubvezetés, meg a rendőrség vezetői, meg szurkolói oldalról, hogy találjunk már erre megoldást, hogy ne a szurkolókat vegzálják, ne fiatal gyerekeket akarjanak megfélemlíteni a mérkőzés után javító nevelő intézettel, meg ilyenek, mert szerintem ez egy nem túl pozitív dolog. De erről sokan nem tudnak, csak ezt azért mondom el, mert voltak ilyenek, igen, hogy fiatalok összetűzésbe keveredtek, és utána ilyen módszereket alkalmaztak 14-15 éves srácok ellen. Szóval szerintem ez nem túl építő jellegű dolog. Szóval az, hogy kikaptunk a Fradi ellen, hát az, hogy a Varga a barna fejére beteszik, ott helyben, amikor a Serafimov kirongyolt a Márkinyos volt talán, aki beadta, vagy az Abufáni, Márkinyos talán, és ahogy kirongyolt le, és azzal rendeltem, mondom, tedd fel a reklámtáblára, mert annak lett volna értem, puff, ott elkaszálja, kész, semmi nincs belőle, és megáll, és adja, hogy beadja. Csongvaj meg szépen lemozizta, hogy igen, befejezte. Már meccs előtt azt mondtam itt a Cimbiknek, akikkel elmentem, hogy csak nehogy az legyen, hogy a Csongvajra fog kijönni a Varga barna egyszer, mert az tuti volt. Hát az aztán is igazából a másodiknál meg olyan tisztán fejelhetett a 11-es pontról, hogy 3 méteres körzetben nem voltunk körülötte. Tehát az, de azt meg a Csivics odarakta a fejéhez. Tehát az, igen, az egy más... Igazából a Fradinak, amióta van Varga barna, ez a játéka. Föl a Varga barnára kihasználják a magyar viszonylatban, sőt, még azt mondom, hogy nemzetközi viszonylatban is nagyon jó feljátéket, és igazából a góljai 70%-et a Varga barna szerzi. Ergo rá kellett volna figyelni. És én itt speciál nem biztos, hogy nem a Csongvait hagytam volna középpen. Ott minimum a Serafimovnak vagy a Spandinak kellett volna ott maradni. Igen, de a Serafimov ment ki a szélre, ugyebár a nem, neki kellett volna, erről beszélek. Igen, a siker labdavesztéséből indult az igen. Első gólnál az akció, ahol igen, szépen fordult le majd. Tessék? Sigi azon a meccsen még zöldben volt. Nem bántva. Én se akarom bántani, de ott azt a labdavesztést azt szépen indult meg, és utána szabadulni kellett volna a labdát, és elbénázta. De mondom még egyszer, ott, hogyha kirakod a Márkinyosztod a reklámtáblára, akkor nincs az egészből semmi. De mindegy, ez a mérkőzés elment, annyi pozitívuma van tényleg, hogy sok néző volt, jó hangulat, és azért megmutatta a mérkőzést. Több mint 8000 néző, nem is tudom mikor volt, Köln ellen volt utoljára ennyi néző. E fölötti szám. Igen. Abszolút pozitív. És úgy, hogy ha képzeljétek, az előző kettőből mondjuk nem veszítünk el kettőt, mondjuk Újpesten nyerünk, én megmerem kockáztatni, 10 körül lett volna nézőszem. Megmerem kockáztatni. Igen, pont egy felszálló ágat törtünk meg,
De akkor így ért véget ez a meccs, hogy szerintem ott a tábor megmutatta, hogy még továbbra is mindig a csapat mögött áll a 3 vereség és a 8 kapott gól ellenére, és akkor így érkeztünk el a Kecskemét mérkőzéshez, amire én így nem utaztam, úgyhogy a tévé előtt izgultam végig, mert egyébként be volt tervezve, hogy elmegyünk, de aztán meg is betegedtem, tényleg minden azt akarta, hogy itthonról kövessem figyelemmel azt az iszabbirkózást, ami ott volt. És megmondom őszintén, de majd elmondjátok ti is, én azt érzékeltem, hogy a Kecskemétet a saját fegyverével vertük meg. Igen. Tehát, hogy kőkeményen beálltunk, felvettük ezt a durva játékstílusukat, amit csinálnak, nem szartuk össze magunkat, egyszerűen az utolsó 20-25 percben már helyzetet se tudtak kialakítani, még helyzetecskét se tudtak kialakítani szerintem. Persze volt, na, bocsánat, azért volt a Tóth Bazsinak egy-két hatalmas védése, tehát ő jelentette a különbséget ezen a meccsen, meg azt, hogy mi be tudtuk lőni azt a szerencsés gól, de a gólhoz lövés kell, tehát lövés nélkül nem lett volna gól. És egyébként meg a Kecskeméttel, meg a szurkolóival kapcsolatban most itt én is megjegyeznék egy dolgot. Tehát, hogy az a csapat, akinek egyébként az a játéka, hogy az ellenfelet ledarálja, megtörje, elrontsa a játékát, és annak a játékosai dobálják magukat, színészkednek meg nem is tudom még miket csináltak, hát ez egy vicc. Tehát most vagy van nemi szerved, vagy nincs nemi szerved. Van, na, kimondom, van fasza valakinek, vagy nincs. Ha van faszod, akkor ne dobáld magad, akkor ne színészkedj, akkor tedd oda magad, és hogyha találkoz egy ilyen csapattal, aki ugyanúgy játszik, ahogy te szoktál, akkor meg ne sírj. Akkor meg tegyél meg mindent. És én azért nagyon örülök, hogy végre megvertük őket. Azért a Sönszabi és Lazovics az ott egyet. Jó, hát néha-néha kell egy ilyen pörgő-forgó történet. Most a Sönszabi inkább ezt csinálja, mint azt, amit Diós Győrben. Azt bírom, hogy megcsinálja, fél másodpercben meggyógyul, föláll, és szemberhögi őket, érted? Hatalmas a fogja. Óriási. Szóval én nagyon örülök ennek a győzelemnek, mert nagyon kellett, és az, hogy a Kecskemét szurkolók megvárták az ünneplő csapatunkat csak azért, hogy szíthassák, komolyan, tehát mint hogyha ők tényezők lennének, de tényleg, tehát, hogy ugyan mert. Na, szóval rajtatok a sor. Mi? Gyuri. Mivel kapcsolatban? Tartsuk meg a szokást. Hát, Fradit már kiveséztük, ha vissza akarsz térni nyugodtan, de a Kecskemétről mi a véleményed? Nem, egyébként a Kecskemét ugyanezzel a játékkal verte meg otthon 2-1-re a Fradit, annyi különbséggel, hogy ott még szarabb volt a pálya. De most a pályára visszatérve, tehát ezen a pályán nem engednék futballmeccset sem rendezni, tehát annak a pályának full gyepszőnyek csere kéne, és szépen... De az lesz a nyárom. Az lesz a nyárom. Akkor menjenek el addig Szolnokra, vagy mit tudom én, ami közel van, de hát ez alapvetően még balesetveszélyes is ez a pálya, és a Kecskemét meccs, én ugye az ismétlést néztem meg, mert a meccs időpontjában dolgoztam, nem tudtam megnézni, úgyhogy éjjel megnéztem az ismétlést, és nekem azt tűnt fel, hogy eddig ez volt a legküzdelmesebb meccsünk a Zselek érában. Tehát ez a legcsúszós-mászósabb meccsünk, illetve én előzetesen ezt az idegenbelit tartottam a legnehezebbnek a három közül, ugye a Diók, az Újpest és a Kecskemét. Pontosan a játékstílusuk miatt, mert azért a Diós Győr azért megpróbál focizni, az Újpest meg a Mészőjel azért ők azért felszállóákban vannak szerintem, tehát nekik sem lesznek kiesés gondja, mondjuk az szerintem már eldőlt a két kieső, de én nagyon féltem ettől a meccstől, hogy ne legyen sérülés a pálya miatt, meg az ellenfél miatt, viszont tényleg megint csak a Tóth Bazsira tudok visszakarni, amit művel már hetek óta a kapuba, tehát az pazar. Tehát a végén, amikor talán a hosszabbítás negyedik percében volt, és kinnált egy kicsit 2 méterre a kapuból, és a gyerek úgy át akarta szépen ívesen rúgni,
hihetetlen nagyokat véd a srác. Én nagyon-nagyon kívánom neki, hogy a Rossi mester Koszovó ellen becserélje egy 20 percre, hogy elmondhassa azt, mint mondjuk a Kovácsik Ádám, hogy vagy még jobb, hogy mind a Szappanos, aki ő is fél órát kapott talán az egyik válogatott meccsen. Szóval nagyon kívánom neki. Igazából mondom... Gyuri, igen. Bocsánat, az ankéton elhangzott, ugye már érkezett egy kérdés Tóth Balázzsal kapcsolatban, hogy ugyebár opciós... Hogy folyamatosan azon dolgozik a stáb, hogy le tudjuk igazolni. Igen. Így van. Tehát, hogy egyértelműen... Az elhangzott, hogy le akarjuk igazolni, és így folyamatosan van. Azon dolgozik a stáb, hogy ez össze is jöjjön. Tehát ez az egyik legnagyobb pozitívum volt egyébként az ankétban szerintem. Igen, és gondoltam, hogy mondjuk el ezt így, hát, hogyha nem jutott el mindenki ez az információ, mert azért még mai napig látom a fórumokon meg azt, hogy megjelenik az igény, hogy őt mielőbb le kell igazolni, de hogy ha én jól vettem ki ott az ankéton, hogy a nyáron ez meg fog történni, tehát hogy ez egy... Így van. Hát ugye, hát akkor beszéljünk egy picit az ankétról is, hogyha már így feljött, mert ugye azt én is olvastam, hogy viszonylag sokan nem tudtak elmenni. Alapvetően baromi jó hangulatú volt az egész. Igen, Norbisa volt ott, igen. Márknak kellett interjút adni, szégyen szemre. Azért már hozzászoktam ehhez a régen. Hát nem tudtam menni, hát ez a délután 5 óra gyerekek, ez... Persze. Alapvetően tök jó hangulatú volt. Ahogy sokás megint voltak remek kérdések, hogy melyiket mondjam már, melyik volt. Ne, el. Szerintem ezekben nem menjünk bele, volt egy negatív... Alapból ugye elmondta a Bartos, hogy nagyon szeret Fehérváron élni, nagyon szereti, hogyha oda mennek hozzá, nagyon szívesen beszélget, igazából ezt kéri a Fehérváron lakó játékosoktól is, meg ő is jobban örülne, ha többen laknának Fehérváron, ez is elhangzott. Ugye elhangzottak ugye az is elhangzott, hogy Dobson fixen a mi játékosunk, tehát nem fordulhat elő az, hogy nyáron nem jön. Ugye Tóth Bazsiról beszéltünk, ugye volt a fiatal perc, az is elhangzott, hogy jövőre rá fogunk menni a fiatal percre. Ugye már kérdezett rá erre a Brentfordos sztorira, hogy áll mintál. Ugye azt nagyon diplomatikusan elhárította a vezetőedző, hogy az a menedzsment dolga. Nem sportszakmai kérdés. Igen. Pedig én csak arra voltam kíváncsi, hogy ez megzavarja a fejeket. Tehát, hogy megzavarhatja a játékosok fejét. Nem arra, hogy valós ez a dolog, én csak arra, hogy van egy ilyen pletyka, és hogy érzékelhető az, hogy megzavarja ez a fejeket. És akkor erre nem kaptam igazából csak ezt a diplomatikus választ, pedig a kérdésem nem az volt, hogy tényleg megtörténik. Dolog, hanem, hogy igen. Akkor ugye szó volt. Na, tudok a kérdést is feltenni állítólag. Na, igen. Hát, vagy mégse. Ugye szó volt arról, hogy épül fel a csapat egy napja. Arról is szó volt, azt is tulajdonképpen mondhatni nagy vonalakban, mondta el a mester. Ugye mondta, hogy ő a kezdőcsapatot ugye előző nap jelöli ki. Ezt is elmondta, hogy van, aki csak egy órával előtte, van, aki már a hét elején. Mi volt még, Márk? Beszéljünk a Kecskemét meccsről. Norbi. Hogy? Hogy beszéljünk a Kecskemét meccsről. Jó. Még abba mennék bele, hogy én változatlanul azt mondom, hogy nekem függetlenül attól, hogy Christensen lőtte a gólunkat, nekem nem tetszik a játéka, mert rettenetesen önző. Tehát rácsavarodik a labdára, oké, most szerencsés gólja volt, de a Fradi ellen például brutál szarul játszott, Újpest ellen is volt olyan, amikor lőtt a passz helyet, szóval én értem én, hogy az első meccsen, vagy a Diósgyőri gólja után, amikor az első gólját lőtte, azóta azt hiszi a Babis húst, és igazából mindent el kell lőni. És most is volt a Kecskemét ellen talán két olyan szituáció, amikor 20-ról balszélre kiadhatta volna, és inkább előtte kirúgta kis túlzással a stadionból. Szóval ez nekem személy szerint nem tetszik. Nekem a Katona Matyi nagyon halovány most a tavasszal, de mintha jobban is figyelnének rá egyébként, mint összetették, például pont Kecskeméttel lerúgott, ugye Mester 3-osban szegény nem sok sót evett meg ezen a meccsen. Viszont ami szembetűnő most az elmúlt 2-3 meccsen, hogy most valahogy a cserék nem ülnek úgy, mint ahogy összeültek volna. Lehet azért, mert rövid abba kost, bár én nem azt mondom, hogy rövid a kispad, hanem hogy fiatal. Tehát
hogy mondjam, én örülök annak, hogy ennyi fiatalunk van, örülök annak, hogy sok a helyi, tehát Tóth Tamás Víd, Pető Milán, még a Berki Marcát is mondhatjuk, mert ő is fehérvári gyerek, ha jól tudom. Szóval én örülök ennek, én Pető Milánnak sokkal több lehetőséget adnék, pláne most, hogy Csongvaj nincs az élete formájában, szerintem ugyanezt a Pető Milán is tudná minimum, plusz a fiatal percekkel is beljebb lennénk, de én leginkább annak örültem a Kecskemét meccsen, hogy látszik, hogy együtt van a csapat. Tehát az öltöző az full rendben van, nagyon érezni, hogy ott vannak az edző mögött, és ez az elmúlt Nikolic éra óta talán ez az első, Bartos az első olyan edző, aki mellett ott áll a teljes öltöző, és rendet is tud tartani az öltözőben. Meg én is azt mondom, amit a Norbi, hogy nagyon jó az irány. Norbi. Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy azért hál' Istennek van egyezés a Gyuri és az én közteme felmerülő gondolatoknak. Nem sűrűn fordul ilyen elő, főleg mostanság, de előfordult. Szóval, meccs, Kecskemét, ugye ezt direkt nem említettem az előbb. Azért nem, mert ez a meccs, ez egy más meccs volt, és én azt gondolom, hogy szerencsével se álltunk hadilábon, és valami visszajött azért a Diósgyőr és az Újpest elleni buktákból ezen a meccsen. Tartás rendben volt, én azt gondolom, hogy csibészek voltunk, húztuk az időt. Főleg a második félben nagyon látványosan, de nem baj, néha kell egy kis csibészség, és hát a játékosokban ez most megvolt, volt egy kis raffinéria bennük. A gólról annyit, hogy én azt gondolom, hogy ez egy szerencsés gól volt, pont megpattan a kapus előtt, kiszámíthatatlanul megy a labda, bár egész meccsen a Varga Bence nem fogta a labdákat, hanem ütötte, nem nagyon fogta. Távolról nagyon mélynek tűnt ez a talaj. Na, ne szépítsük. Mondták, hogy valaki mondta, talán pont a Vyacheslav írta is, hogy nem néz ki a rosszul távolról ez a fű, de nagyon rosszul néz ki. A labda össze-vissza pattogott, én minden hazadásnál féltem, hogy nehogy átperdüljön a Balázs lába felett, gyerekek, jaj. Szóval nem örültem neki. És ugye ezzel a góllal megszereztük ugye a vezetést. Az első fél időben nem nagyon volt annyira veszélyes helyzet a Kecskemétnek, viszont a második fél idő első 20 percét nagyon megnyomták. Ott azért a Balázsnak volt egy gyönyörű védés, amikor a megpattanó fejest tolta ki a hosszúról, volt egy lövés, ami a másik oldalra jött, azt is gyönyörűen védte ki, jól jött ki a szögletnél, úgyhogy jó, magabiztosan mozog, és a meccs végén volt egy ilyen megpattanós lövés, gyönyörűen tolta ki, kicsit pózerkodás is volt, de azt gondolom, hogy ilyenkor belefér, de a maga mozdult fantasztikusan nézett ki. De tényleg jól védett a Balázs, és ebben a szezonban egyedül kapusként jelenleg 9 kapott gól nélküli meccsnél jár, ami azt gondolom, hogy magáért beszél. Elég komoly stabilitást mutat a Balázs a kapuban, és a 25-ből leveszel 3-at, 22 meccsünk maradt, 22-ből 9-en nem kaptunk gólt, hát azért az eléggé jól néz ki. Azt kell mondanom, hogy eléggé stabilizáltuk a csapatot. Néha van egy-egy kiugró vereség, ez előfordul, de alapvetően azt gondolom, hogy stabilabbak lettünk. Kicsit lassúnak érzem a hátsó ötösünket. Én itt mindenképpen igazolnék a nyáron, középső védőt mindenképpen, talán 2-t is. Én úgy érzem, hogy a Spandler nagyon lassú sajnos, benne nem érzem azt a dinamikát, aminek meg kéne lennie. Besséjével nem tudom, mert most a szezon elején tavasszal nagyon jó, de a szezon elején, a tavasz elején, most pedig kicsit visszaesett a játéka. Reméljük, hogy a szünetben összekapja magát. Nekem mert mondjuk a gólpassz megint ő adta. Igen, azért a szép volt, azt nem vitatom, az gyönyörű volt az a megoldás, hogy visszatett a talpa hátrafelé, ez a gyönyörű, vagy sarkalta, nagyon szép megoldás volt. De most ezen a meccsen azt gondolom tényleg, hogy nagybetűs csapatként kúsztunk, másztunk, és hát nem volt szép a meccs képe, nem volt szép a játék, nagyjából csúnya volt, mondjuk így, nagyon csúnya volt. De a végén a győztesekre emlékeznek, és mi győztesek voltunk ezen a meccsen, és mi rúgtuk az egyel több gólt. És én azt éreztem ezen a meccsen, hogy bárhogy is alakul, csak kevesebbet kapjunk, mint a Kecskemét, és ez összejött. Mi kevesebbet kaptunk, és így nyertünk. Ez egy eléggé komoly közhely volt, amit jól sikerült eldurantanom, de tényleg ez az igazság ezen a meccsen. Én azt gondolom, hogy ez a szívdiadala is volt, és jó volt látni, hogy azért így küzdünk, és megyünk egymásért. És mindenképpen szeretnék kiemelni egy pontot még ezen a meccsen, Fiola Attila visszatérését. Örülök, hogy a Figyó visszatért. Jól is szállt be ebbe a meccsbe, azt gondolom, hozzátett. Azon a hozott egy stabilitást a pályára. Nagyon jó volt az ő érkezése.
Viszont a jövője kérdéses, és ahogy hallani, egyelőre még nem keresték Fityót azzal, hogy a szerződését meghosszabbítsa a klub. Én azért, ha van rá lehetőség, nem. Tudom, hogy a Fityó nem egy mai madár, de maga a jelenléte miatt én mindenképpen egy évre hosszabbítanék még vele. Azért mégis egy ikon már itt Fehérváron, elég régóta itt van, elég sok sikerben nagyon komoly letéteményes volt, és hát válogatott játékosról van szó, aki valószínűleg az utolsó EB-re megy, de ettől függetlenül reméljük, hogy megy, így mondom inkább, bár azt gondolom, hogy a posztján nincs nagy kérdés, ha ő egészséges, a Rossi válogatottjába biztos bekerül, mert mióta Rossi a szövetségi kapitány 32-szer hívta be a Fiolát, és ne felejtjük el, tavaly, amikor nagy baj volt a csapattal, akkor is behívta, hogy pozitív impulzust tudjon neki adni. Én ezért gondolom, hogy ha Fiola egészséges, akkor biztos, hogy megy az EB-re. Én bízom benne, hogy a Fityó kap egy szerződés ajánlatot, és tud maradni még egy évre. Örülnék, hogyha tudna maradni, és nem menne a szezon végén. Mert hát hallani azért olyan hírekről, hogy az Újpest keresi. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. De most is tudjátok, hogy Újpesten a mi ex-szponzorunk megérkezett, és a mai nappal egyébként hivatalosan is átvették a klubot. Tehát ott azért komoly igazolások várhatók, egyébként olyan neveket durogtatnak most be a kalapba, mint Ádám Martin, Kata, vagy akár Horváth Krisztófer, kíváncsiak, hogy ki lesz ebből valóság. De minden esetre a Fiola is ott van egyébként a jelöltek között, akit szívesen látnának egy két évre. Én örülnék, hogy a Fityó nem menne sehova, és itt maradna. Nagyon szeretjük. Én, mint oldalelátós, tudom állítani, hogy mindenki szereti ott, és a kapu mögötti rész is nagyon szereti Fityót, ahogy tudom. Úgyhogy tényleg egy emblematikus vezér ennek a csapatnak, és bízunk benne, hogy maradni fog. A számok, ami nagyon fontos. Ugye 8 mérkőzés van hátra, ugye ebből az üldözőink közül, hát mondjuk ki, nem nekünk van a legnehezebb sorsolásunk, hála jó Istennek, mi túl vagyunk a nehezén, a felcsút van még hátra, és utána nem nagyon lesznek már nagyon izgalmas, úgymond izgalmas meccseink, mert a mögöttünk lévőkkel fogunk mind játszani, kivétel a Paks. És azt kell nektek mondanom, hogy én azért úgy látom, hogy a hazai meccseket, ha 4-ből 3-at meg tudunk oldani, az nagy valószínűséggel már szinte Európa kapuja, de az elmúlt években a 15-16 és a 10, hogy van, a 15-16 és a 16-17-es szezonon kívül 51 pont már elég volt, vagy elég lett volna ahhoz, hogy Európába el tudja indulni. Na most mi az 51 ponthoz képest jelenleg 9 pontra vagyunk, azért 8 meccsen 9 pontot azért minimum lenne begerebézni. Én azt gondolom, hogy a mutatók alapján és azt, hogy eddig 25 meccset játszottunk, de mégis 13-at nyertünk, több mint 50%, ez alapján eléggé jók az esélyünk arra, én azt gondolom, hogy akár 4 meccset is megnyerhessünk, és 12 pont az szinte biztosan azt jelenti, hogy a videótól jövőre elindul a konferencia ligában, ami azt gondolom, hogy az elmúlt szezon után egy bajnoki címmel ér föl nekünk, mert hát legyünk őszinték, tavaly 35 ponttal majdnem kiestünk, most pedig arról beszélgethetünk, hogy ha szerzünk még 12 pontot, és van rá realitás, akkor jövőre a konferencia liga a második selejtező körében elindult a csapat, és én azt gondolom, ez mindenképpen egy pozitív dolog, már csak a vlog életében is, mert újra lehet végre videóton vlog a YouTube-on, gyerekek. Szóval nagyon-nagyon jó lenne, és örülnék neki, hogyha sikerülne. Arról nem is beszélve egyébként, hogy az ellenfelek sorsolásai nem a legkönnyebbek. Gondolok itt a Debrecenre, aki még megy Fradiba, fogadja otthon az Újpestet, megy Felcsútra, most ugye Kisvárdára megy, a Kisvárdának még utolsó utáni szalmaszál van, nagyon nehéz ellenfél lesz, megy Diósgyőrbe, úgyhogy eléggé nehéz a Debrecen sorsolása például, aki mögöttünk van, ott van a Diósgyőr, Diósgyőr kétszer játszik még a Fradival, plusz egy kupát a Fradival, 11 meccse van egyébként a szezonban, vagy 10 meccse minimum, és abból 3-at a Fradival játszik. Na most én azt gondolom, hogy a Diósgyőr a Fradi ellen max. Egy pontot, ha tud szerezni, és egyébként utána még őnála is olyan dolgok vannak, hogy azért nehéz a sorsolása a Diósgyőrnek is. Tehát nem gondolnám, hogy könnyű lenne, azért még ők is játszanak hát mondjuk úgy Zalaegerszeggel, ami szintén az Etetnek még kell a pont, tehát az is egy nehéz meccs ebből a szemszögből, és hát ugye az utazások szemszögéből is. Tehát azért megy a Fradihoz, föl Pestre, játszik az Újpeste? Igen, játszik még az Újpesttel is, azt hiszem a vége felé, de inkább megnézem, nem mondja butaságot. Hol is van? Azt mondja, hogy itt a sorsolása. Igen, megy Újpestre játszanak is. Játszanak meg az Újpestre. Igen, megy Újpesthez is, ugye fogadja a Debrecen, fogadja a Kecskemétet, játszik velünk. Tehát azért nem egyszerű a Diósgyőr sorsolása sem, és ugye akkor még ott van a tabellát nézve, még ugye ott van a következő csapat, aki még ugye nekünk nagyon fontos, ez a Felcsút, és a Felcsútnál ugye az, hogy a Felcsútnak csak 9 győzelme van, nekünk 13,
és ugye a végén, hogyha pont egyenlőség van, tök mindegy, mi a gólkülönbség, a győzelem az első pont, ami rangsorol. És ez alapján nekünk 3-mal több van a legjobb üldözőinkhez képest is. Tehát igazából már csak 8 forduló van hátra, így az idő előre haladtával azért ez a 3 győzelem eléggé markáns különbségnek tűnik, ami azt jelenti, hogy nekünk nem 6 meg 7 pont előnyeink vannak, hanem erre rá lehet tenni plusz 1 pontot. És akkor viszont a gólkülönbség fog rangsorolni, amiben szintén relatív jól állunk, tehát azért erre lehet alapozni. És ugye a felcsút ugye játszik velünk, utána megy Kecskemétre, fogadja a megy Kövesdre, játszik még a Pakssal is, játszik a Debrecennel is. Szóval én azt gondolom, hogy ha felcsúton nem kapunk ki, már pedig azért egy X-re jók lehetünk, én azt gondolom, egyébként tavasszal mi nem játszottunk döntetlent, ezért is gondolom, hogy egy X az jó eredmény lehet. Ha X-elünk felcsúton, én azt gondolom, hogy utána a mi kezünkben van az egész. Tehát 3 meccset megnyerünk otthon, akkor ugye nem tud hozni rajtunk a mögöttünk lévő, és mi nem 6, hanem 7 pont előnyünk van, tehát alapvetően én azt hiszem, hogy az 1 ponta mondjuk a 7 elszám, mondjuk marad 4, de akkor is, ha nyerjük a meccseket, a 3-at megnyerünk otthon, akkor ennek meg kell lennie. Nagyon-nagyon-nagyon nagy változásnak kéne beállni ahhoz, hogy itt változás legyen. Számok alapján egyébként a Debrecen tűnik a legnagyobb riválisnak, nem a felcsút, de a Lokinak is nehéz a sorsolása. Tehát azért a Debrecen is olyan helyzetben van, aztán befejeztem a matekórát, mert tudom, hogy már későn is unjátok, de a Debrecen is egy olyan helyzetben van, hogy most egy rugott egy ötöst, ami azért, legyünk őszinték, nem várt eredmény volt. Most megy Kisvárdára, kiesés ellen küzdő csapat, még van minimális matematikai esély, biztos nem fogja feladni. Egyébként az egymás ellenében képzeljétek el, hogy játszottak egymással eddig összesen 18 meccset, és ebből 8-at nyert meg a Debrecen, 6 Várda és 4 X, simán benne van, hogy ez egy X-es meccs, tehát nem biztos, hogy nyer a Loki. Ezek után ugye ott van a Debrecen MTK bárki ellen bármikor képes bármilyen eredményre, egy igazi kétarcú csapat, viszont ezután jönnek a komoly meccsek. Játszanak otthon a Kecskeméttel, utána mennek Diósgyőrbe, fogadják az Újpestet, mennek a Fradihoz. És itt ez a hatos, az utolsó hatos a Debrecennek, az nagyon meleg. És én azt gondolom, hogy a sorsás az, hogy mi kivel játszunk otthon, az mérvadó. Mi egy Zetével játszunk otthon, egy Mezőkövesdel játszunk otthon, és hát egy MTK-val játszunk otthon, és a Diósgyőr az utolsó fordulóban. Ez a 4 meccs. Most ebből a 4 meccsből én azért a kezemet a szívemre teszem, azt gondolom, hogy 6 pontot kötelező meg kell szerezni. Hát az a minimumok minimuma, hogy 6 pontot szerzünk, akkor 48 pontunk van, akkor nagyjából 6 pontot kell még összegerebézni a maradék 4 idegenbeli meccsen, és hogy idegenbe hova megyünk? Megyünk Kisvárdára, szerintem a Kisvárda verhető csapat. A Paks egy érdekes kérdés, hogy ott mi lesz. Azt nem tudom. Azt nem tudom megtippelni se. Számok alapján Paksnak tűnik, de mivel a Paksnak mindig rossz az évvégi formája, ez alapján nagyon nehéz kiszámolni, az a meccs mi lehet. Tehát az egy mindenképpen érdekes feladvány ebből a szemszögből. Szóval nagyon sok érdekes kérdés, nagyon sok érdekes dolog, megyünk Debrecenbe, ott is az is lehet, hogy akár ott nekünk egy pont elég, és megvagyunk. Tehát nagyon-nagyon érdekes a sorsolásunk. Ami szerencse, hogy túl vagyunk a Fradin, túl vagyunk az Újpesten, ebből a szemszögből az Újpest feljövőben van, számok alapján is, és a Kecskeméten, akinek ugye a pályája miatt egy nagyon nehéz ellenfél. A Kecskeméten egyébként nagyon nehéz nyerni, jó focit is játszik amúgy a Kecskemét, számok alapján se rossz. És a felcsút meccs, ami most jön, ez egy nagyon fontos meccs lesz. Itt nem szabad kikapni. Itt valahogyan egy döntetlent ki kell harcolni, a nyerünk még jobb, mert akkor a felcsút nagyjából elszállt a harmadik helyért menő küzdelemben, mert 7 meccs alatt kéne ledolgozni a 10 plusz 1, 11 pontot, hát azért az matekból nem voltam sose annyira kimagaslóan erős, de azért az majdnem 4 meccses előny, tiszta 4 meccses előny, azt azért óriási bravúr lenne onnan elbukni. Tehát én azt gondolom, hogy ha felcsúton nem kapunk ki, akkor a hazai meccsekkel ezt meg lehet oldani, mert a többi riválisunknak nehéz a sorsolása, és olyan csapatokkal játszanak, akik azért feljövőben vannak, és már nem nagyon játszanak kiesés ellen menekülő csapatokkal. Tehát mindenki le tudja, úgymond itt az elején. Játszott ugye Diósgyőr is már a Kövesdel, Debrecen is játszott már a Kövesdel, most ugye játszik a Várdával, neki már kimennek a gyenge csapatok. Tehát a gyenge csapatok kimennek itt mindenkinek, és mi később játszunk a Várdával, amikor már ők lehet matematikailag is kiestek, az nekünk lehet megint csak egy plusz motiváció, hogy ott nyerjünk esetleg. Szóval Szászlónak is egy a vége. Én azt gondolom, hogy nagyon jó esélyeink vannak a harmadik helyre. Statisztikailag egyébként egy ilyen 72,5% körül van az a mutató, ami alapján meg lesz.
a várható szám, pontszámunk pedig ilyen 53-55 körül lesz a végén, jelenlegi matematika alapján. Meglátjuk, hogy hol leszünk, de az azt jelenti, hogy 11 kötőjel 14 pont, 13 pont a várható. Azért az bőven jó, hogy meg legyen Európa. Én igazából ennyire mélyen nem tudok belemenni ennek az elemzésébe, és köszi Norbi, hogy ezt így elmondtad. Ezt tudom, hogy nem... a fórumon szokták írni néha a többiek, mert ők is szoktak ott matekozni. Igen, a de én... Facebookos, meg a Google-ös fórumon is. Én egyébként túl... ezúton is üzenem mindenkinek, hogy továbbra is videóton szurkoló vagyok, és azért van Fradi tartalom a YouTube csatornámon, mert az MTVA másmiért nem enged. Jó? Tehát, hogy tudjatok róla, magyar bajnoki és magyar kupa nem lehet fönt, mert abban a pillanatban beperel az MTVA. Úgyhogy nézzetek hát TikTokot, ott van másmilyen tartalom addig is. Aztán remélhetőleg egy jó, mennyi, azt mondja, most 20-24 márciusa van, hát egy bő 16 hónap múlva pedig, ha minden igaz, egy másik szolgáltatónál lesz a magyar foci, majd újra nekifutunk a YouTube vlognak is, hogy addig is szíves türelmeteket kérem, és szurkoljatok, hogy a videóton odaérjen Európába, mert akkor lesz vidi vlog, mert az európai foci nem kizárólagosságos. Köszi. Annyi az én meglátásom ezzel kapcsolatban, nem akarok matekozni, én egy dologra vagyok kíváncsi. Többször lenyilatkozta a Bertos, többször lenyilatkozta a csapat több tagja is, hogy ha megvan a 40 pont, akkor ott leülünk, és megbeszéljük, hogy hogyan tovább, és hogy egy más típusú játékot fognak látni a nézők, vagy valamilyen jellegű történet jött elő. Én erre vagyok kíváncsi, hogy ez egy felszabadultabb, játszósabb... Totális támadó foci! Igen, és agyonvágunk mindenkit, kiszakad a gólzsák, mert mostanában elnézve a támadóink formáját, hát ezzel lesznek kihívásaink. De a lényeg az, hogy megvan az a 40 pont, meg a 41, meg a 42, úgyhogy előre én szeretném, hogyha az összes hazai meccsünket behúznánk, és emellett nyerünk Debrecenbe és Kisváron, és akkor teljesen elégedett vagyok ezzel a szezonnal. Akkor minden megtörtént. 18 pont lenne egyébként, az 61 pont, akkor még a Paks is utolérhető egyébként. Ha 6-ot nyerünk. Ja, de akkor már belül a Paksot idegen. Ha szagyarul lenne 6-ot nyerni. Elmondom nektek, hogy bár bocsássatok meg, amikor volt a történelmi vereség sorozat, akkor utána egy olyan 7 vagy 8 meccses szériát mentünk, hogyha most azt a szériát letennénk, azt hiszem ott nyertünk, 4-et és 3-at döntetleneztünk, vagy 5-öt nyertünk, 2-x, valahogy így volt. 2 döntetlen, valahogy így. Valahogy így volt, de... akkor azzal most a számok alapján utolérnénk a Paksot egyébként. Azzal a formával, az átlagokat számolva. Na, meglátjuk. Remélhetőleg a következő műsorban már Csilla is itt lesz, és megkérjük őt is addig, hogy készüljön matematikai számításokkal. Valamint a felcsút mérkőzésen is túl leszünk. Ígérem, nem mutatok el, hogy nyerjünk, hiszen ez a tavasszal sajnos nem volt jó omen. Valaki mondta, hogy a priklázsért rá is tettem a csapatra, szóval nem fogok utazni mostanában idegenben, majd a következő szezonban a tiszta lappal indulunk. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, elmondtátok a véleményeteket, több hét után tudtunk egy VTTV-t felvenni, és írjátok meg kommentben a véleményeteket, a YouTube adás alá írjátok ezeket a kommenteket, ne a különböző fórumokra, mert millió helyen nem tudok válaszolni, bár igyekszek. Úgyhogy azt szeretném még elmondani, így egyébként mielőtt lezárnánk ezt a műsort, hogy amikor a polgármester úrral, Cserpalkovics Andrással beszéltünk, hogy majd tavasszal a stadion átveszi, vagy a város átveszi a stadion üzemeltetését, és jöjjünk a tapasztalatainkkal, hogy tervezünk tényleg egy ilyen műsort, hogy beszéljük át a tapasztalatainkat, mert én most megmondom, hogy a büfé az ugyanolyan. Nem igaz, volt. Nem igaz, de, mert a szendvics az jobb. A szendvics az jobb, az lehet, de nincs továbbra se lehet meleg szendvicset venni, továbbra se lehet hotdogot venni, továbbra is az a... magyarul sem volt a Fradi ellen. Nyomi kínálat van, gyerekek. Ez a véleményem, úgyhogy szedjétek össze ti is a pozitív és negatív tapasztalatokat ezzel kapcsolatban, hogy mire ezt a műsort összehozzuk, addigra tudjuk. Ja, és még egy dolog, hogy Tata Imivel találkoztam a Fradi meccsen, és pont a Fradi meccsen nem vittem el a sáját, egyébként két meccsen át hurciváltam a nyeremű sáját, a Fradi meccsen pont nem volt nálam, de mondta, hogy ne adjam oda a közös ismerősöknek, mert akkor 2 évig nem jut hozzá. Úgyhogy a Mezőkövesd ellen.
Imi, hoznod a kell. Következő hazaír a Mezőkövesd ellen viszem, gyere ki és odaadom, oké? Okay? Szóval köszönöm, hogy itt vagytok velünk, köszönöm, hogy nézzétek a műsort, hajrá videóton szurkoljatok a csapatnak, jók lehetek, sziasztok! Sziasztok, hajrá Vidi! Legyen szép napokat, találkozunk legközelebb is, hajrá videóton, sziasztok!